Ferenc pápa a magyarországi egyház és Európa előtt álló feladatokról beszélt Erdő Péter bíborossal, akit magánkihallgatáson fogadott a Vatikánban, majdnem két héttel az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záromisején tett budapesti látogatása után. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek, köszönetet mondott az egyházfőnek a szeptember 12-i budapesti látogatásáért, amikor a Hősök terén bemutatta a neked lezáró misét. Ferenc pápa a szertartás előtt találkozott Áder János államfővel és Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival, az ökumenikus egyházak és a zsidó közösség vezetőivel. Erdő Péter a találkozóról azt mondta, Ferenc pápa nagyon pozitívan értékelte a magyar állam és a kormányfővel tartott találkozót. Szívélyesnek, pozitívnak nevezte a magyar állami vezetőkkel szeptember 12-én zajlott beszélgetését. Nagy elismeréssel szólt a magyarországi hívők közösségéről, amely szerinte a történelem fordulatai közepette is meg tudta élni és meg tudta valósítani, hogy Jézus Krisztus kerüljön a középpontba, mondta Erdő Péter. Hozzátette, a vatikáni tudósítók számára pozitív meglepetésnek számított, hogy Budapesten nem folklorisztikus vidéki Európát találtak, hanem fiatalos légkört, urbánus érzelemvilágot.